Nincs is kanál, most mit csinálja? Sziasztok emberek, én Pinkhorizon vagyok, és itt vagyok a horvátországos nyaralóslalomban. Tegnap érkeztem augusztus 12-én ide Sibenikbe egy 11 órás laza autóút után. Egyébként nagyon durva, mert nincs is annyira meleg, tehát most van körülbelül 32 fok. Tegnap, amikor jöttünk, volt 21 fok. Este valószínűleg megint 25-24 fok lesz körülbelül, tehát nem ez a forróságba jöttünk el, hála is jó Istennek, hanem ilyen enyhén lanyi. Tavaly például, amikor jöttünk, akkor 40 meg ilyen 41 fok voltak, ami nem volt a legkellemesebb, viszont most tök jó, lemegyünk a partra, kicsi szellő lobogtatja a testünket, és még annyira meleg se lesz, szóval nagyon jó. Emberek, most fogunk lemenni ide a strandra, most fogunk igazából legelőször lemenni, eddig nem volt olyan alkalmunk, tehát most elveszítjük a tengerszüzességünket ebbe az évben is. Ez hülyeség volt mi, na mindegy, szarni bele. Pasito, pasito, suave, suavecito, bona. Úristen, ne esélye nekem! Belando poquito, poquito. Olyan szinten csúszik itt a föld, hogy mindjárt befosok. Hát ráléptem és majdnem, hogy taknyoltam, hogy azt kellett volna felvenni. Azt a mindent. Amúgy rohadt szép még éjszaka is ez a hely. Nem tudok erre mit mondani. De mi az anyámért csúszik ennyire a talaj? El tudom kérdezni, hogy ma hanyan esettek így el, de így igazán. És hanyan így a vízbe. Egyébként ott van a város. Ott van fent a várocska. És jönnek anyáik is. Mert könnyen felek mulatási olyan hangulata van, mint Cségón az Infernónak. Esküszöm. Hm? Azt se tudod, mi az az Inferno. Ó, nem tudom, mi van itt. De megnézzük. Parkoló. Hát idáig megérte eljönni. Parkoló? Egy rohadt parkoló van itt. De arra tovább. Arra is parkoló. Onnan jöttünk, azt tudom. Ott fán se tudja mi van. Ott vannak anyáik, ott egy ember van fent. Én meg itt vagyok. Na emberek, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy bemutassam nektek a szállásunkat, hogy hol lakunk. Akkor induljunk is el szépen lassan, amúgy fejpánt van rajtam. Fejpánt, mindjárt meglátjátok, hogy mi van a fejemen. Na nézzük is, tendezünk jobbra. Ott látni egy folyosót. Igazából ugyanaz a szoba, mint amit a tavalyi vlogban is láthatatok, csak mi ott voltunk ebben a másik szobában, itt van. És ugyanaz a fajta szoba, csak picit át van alakítva, tehát nagyon más dolgok nem lesznek itt, mint az előző vlogban volt. Na, ott egy folyosó, nem is a folyosó, kezdjük ezzel. A kupit kérlek nézzétek el, nem pakoltunk el most, mert nem pakoltunk el. Nagyon nagy a kupi, ezt ér elnézést, ezt ne nézzétek, please. Na, itt láttatok egy ilyen kis nappali féleséget, itt van egy kis asztal, egy ágyacska, illetve egy kanapécska. És hogyha jobbra nézünk, akkor megtaláljuk a konyhát, ahol mindenféle finomságok szoktak itt történni. Igazából az egyszerű konyha, erről nem tudok nagyon mit mondani. Na, de nézzük is tovább, erre mi van. Itt van az erkély, ugye, amit már láthattatok valószínűleg. Ez egy tök nagy erkély, van itt négy darab szék, egy asztal, egy szárító, semmi érdekes. És itt a folyosó, itt van bent a szüleimnek a szobája. Itt van egy francia ágy, illetve kettő kispolt, de most nem akarok oda bemenni. És itt szoktak történni a dolgok. Ja, vártok, vártok, vártok. Felkészültetek arra, hogy milyen fejpánt van rajtam? Mindenki kész? Ez egy Naruto-s ninja fejpánt, amin rászereltem a GoPro-t.
Na, itt van a fürdő, itt a tusoló, a WC, egy csap, és lefagasztja a fejfán. Csap, illetve egy mosógép, semmi érdekes, és igazából ennyi az egész szállás. Becsukjuk az ajtót nekünk után. Ezzel a gombbal lehet szabályozni a boiler ki- és bekapcsolását. Ez egy fontos dolog volt. Egy ilyen egyszerű kis, tényleg ilyen négy személyes kis apartman. Nagyon bejövős. Na emberek, itt vagyunk Trogirban, ez ilyen 50 km van körülbelül a szállásunktól ez a helység. Tehát annyira gyönyörű ez a hely, hogy ilyet még nem láttam. Tehát ott voltunk fent. Ott fent, ugye onnan jöttünk kocsival. És olyan kilátás volt, hogy majdnem befostam, sőt lehet be is fostam. Nagyon komoly. A tenger az... nagyon kék. Nem szaroltak, nem kicsi a fagyi. Assist híd. Mindjárt kiesik a kamera. Mindjárt érkezik. Hoppá, hello. Hello, sziasztok. Na, menő. Jacko Style is on. Sokan kérdeztétek fotókon, hogy miért mindig ez a rohadt kalap van rajtam. Igazából azért, mert amikor idejöttünk, akkor nem tudtam, hogy van hajszárító, ezért fürdés után soha nem tudtam megcsinálni hajamat. És most már rájöttem, hogy van hajszárító, és meg tudom csinálni a hajamat, csak most meg már nincs kedvem, ezért kalappal kell eltakarni a hajamat. Leszorom, mert ez a kalap nagyon hozzám nőtt, tehát én most all time ebben a kalapban leszek, az fix. Egyébként gyerekek, olyan szinten leégtem, hogy az nem igaz. Nem értem, hogy itt a kezem égett le, most megmutatom, nem tudom mennyire látszik. Itt a kezem égett le, a másik kezem, a térdem, meg ott a lábom. Nem értem, hogy hogyan, amikor mindenhol bekentem magam ugyanúgy 30 faktoros naptejjel. Csak én vagyok az a szerencsés, nem úgy, aki nem barnul tényleg, hanem ég, mennyi innen. Tehát... pff, miért? Mert nagyon durva erdőtűz van ott a hegy mögött, mert nagyjából 5 vagy 6 órája, vagy lehet, hogy több nem tudják eloltani. És a legdurvább az egész, hogy idáig is elhozza a hamut. Itt az erkély az konkrétan tele van hamuval, és most is szállingózik az egész. És emiatt nem tudunk most kivenni a partra. Tehát ja, nagyon para, most is. Helikopterekkel, meg repülőkkel próbálják ott eloltani. Most itt száll egy csomó hamu. Nagyon para, mint amit filmben lennék. De úgy jól néz ki, nem arról van szó, csak értitek. Para. Na emberek, az a helyzet, hogy idejöttünk ahhoz az erődhöz, ahol tavaly is voltunk. Ugye benne volt a vlogban is talán, amit még a Szaresi 4000-re vettem fel, és semmi minőség nem volt benne. Tehát azt ne is mondjuk. Itt vagyunk ezen a hídon, amin tavaly is átmentünk, és át fogunk menni az erődhöz, ami egy régi katonai erőd volt, ha jól tudom. És most egy ilyen erdőféleségen, egy szigeten fogunk átmenni. Ti jó Isten, mi van? Én nem akarok leesni. Oda nem megyünk be. Én csináltam egy ilyet itt tavaly, aztán meg elmentem arra. Emléksz? Igen. Komoly. Semmi nincs. Van firkálva a falra, sok huligán erre jár. Találtam egy durex papírt. Ki az, aki ilyen helyen dobálja el? Én akkor belegondol is, elgondolkodok ezen az egészen. Ebre cimány, sebben az lesz szép. Emberek, véget is ért a horvátországi nyaralásunk, most vagyunk az utolsó előtti napon. Igazából azért köszönök már el most, mivel holnap semmit nem fogunk szóval csinálni, csak tegnap még egyszer elmegyünk a strandra, aztán megyünk is haza, és ott már úgy érzem, hogy fölösleges felvennem. Igazából röviden, tömören ez a 8 nap kiváló volt, nagyon élveztem, de ezt úgyis láthattátok a felvételekből, amiket csináltam. A jobb az egészben az volt, hogy nem volt az a dögmeleg, az a megszokott 38-39 fok, hanem az a lágy, kellemes 30. Köszönöm, hogy voltatok itt ebben a 8 napban, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tetszett ez a videó, akkor azt mindenképpen jelzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Én Pinkarizom voltam, Logan for Life, peace!